Gede Márton vagyok, üdvözlök mindenkit. A Város Mindenkié csoport, mint hallottuk, tiltakozott amiatt, hogy a kilakoltatási moratórium érvényben van, és szeretnénk, ha ezt mindenképpen meghosszabbítanák, elhelyezés nélkül ne lakoltassanak ki senkit, és ez a követelésünknek adtunk hangot az előbb, itt a Fidesz székháznál, ahol aktivistáink kitették ezeket a felhívásokat. Ez az akció csatlakozik egy nemzetközi felhíváshoz, a Housing Action Day most van a hétvégén, ami azt jelenti, hogy Európa minden városában mi hozzánk hasonlóan a lakhatási szegénységben élők helyzetére és a hajléktalanok helyzetére felhívják a figyelmet. A Város Mindenkiének ez alapvető célkitűzése, hiszen mi 11 év óta azért küzdünk, hogy az alkotmányban belefoglalják a lakhatáshoz való jogot mindenki számára. Én különösen át tudom élni ezt, mert én magam is kilakoltatott vagyok 2014 óta. Én magam is hajléktalan vagyok, érintett. A jelenlegi Covid helyzetben nagyon jól ismerem a szállók helyzetét, a zsúfoltságot, a sokszor elrendelt karantént. Jó magam, összesen tavaly március 16-a óta 110 napig voltam karanténban, anélkül, hogy bármilyen tünetem lett volna. Szerencsére most már túl vagyunk a két oltáson. Továbbra is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a kilakoltatás, kilakoltatási moratórium meghosszabbítása és elhelyezés nélküli kilakoltatás ne legyen lehetséges.